Sziasztok, ez itt a Blockchain Blom Hungary a Blockchain tudásforrás, én Pinka Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony a JP Morgan szerint az intézményi befektetők jelenleg inkább a bitcoinba fektetnek, mint aranyba, hogy megvédjék a vagyonukat az inflációval szemben. Aztán a második hír arról szól majd, hogy az Ethereum bányászok, rekord mennyiségű Ether tartanak maguknál, ugye, ha összehasonlítjuk az eddigi rekordot, ami 2016-ban volt, tehát nem nagyon akarják eladni, hisznek abban, hogy fölfele fog menni az ára, valamint egy stősdei broker platform, ami nem más, mint a public.com, kripto kereskedési funkciót is hozzáad a platformhoz. Ez lehet a jövő. Tehát akik eddig ezt tőzsdei kereskedésre használták, most már tudják kriptó is használni. Ezek lesznek a mai videóban is. Természetesen hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat. Ugyanakkor szuper hír, hogy elértük a 19 ezer feliratkozót itt a Blockchain Bloom Hungary csatornán. Ennek tényleg nagyon örülök, még ugye eh, magyar nyelvű kriptóval foglalkozó YouTube csatorna nem ért el Ilyen magas feliratkozó számot, és tényleg ezáltal még továbbra is ez az első. Hogyha még nem iratkoztál föl, hiszen itt látod, minden hétköznap jönnek a legfrissebb kriptóta és blokklánc hírek, nem csak megemlítve a hír, el is magyarázva, mi van mögötte, tényleg, és ránézzünk mindig a piacra, megnézzük a, a, a gyertyacsártot, utána van kérdez-felellek rovat, ugye a végén. Tehát nagyon komplex anyagot kapsz minden hétköznap nagyjából fél órában. Érdemes itt lenni és hogyha tetszik ez a tartalom, akkor nem kell más tenned, mint ugye lájkolod, like hiszen ezzel segíted a YouTube algoritmusát, hogy minél több emberhez ezt eljuttathassa, és minél többen láthassák ezt. Valamint ne felejtsétek el, hogy még két napon keresztül, tehát vasárnap éjfélig, picit, több mint két nap lehet megvásárolni. Nagyon nagy kedvezménnyel a kriptovaluta kereskedési stratégiák és elemzések kurzus. Ez azt jelenti, hogy még kettő napon keresztül 30 százalék kedvezménnyel tudod megvenni. Ilyen akció nem lesz már az idejében biztos, nem? De a lényeg az, hogy én mindig előre akciózom, le, hogy aki tényleg érdekel, az a legolcsóban tudja megvenni, aztán később megy fel a normál ár. A kurzus megjelenése, nagyon fontos, ez egy elővétel, ezért jár a kedvezmény, november eleje ö, valamikor, idővel pontosítom majd természetesen a dátumot. És ami még fontos, hogy a bónusz, ami hozzájár, az először is, amit még soha nem fettem föl, hogy hogyan is néz ki százalékos arányba lebontva a portfólióm, amivel az utolsó negyed évet én most várom, hogyha tényleg jól működik, akkor ez a bika piac olyan lesz, mint amit várunk, akkor én hogyan is raktároztam most be, és volt felvetés, hogy akkor ne az legyen, hogy majd novemberben a kurzussal együtt jelenik meg, és teljesen egyetértettem veletek, pontosan ezért a jövő héten, hiszen itt már ki fog derülni, hogy kivette meg tizedikéig vasárnapig, aki addig megvette, annak hozzáférést biztosítok, de csak azoknak utána már ez nem lesz, ehhez a bizonyos videóhoz egyesével, majd valószínűleg az e-mail címemben megvettétek, ahhoz adom meg majd a jogosultságot egy ilyen privát YouTube csatornát. De majd még kitalálom, hogy hogy lesz. Valamint ugye kisorsolok majd egy személyes konzultációt azok között, akik ezt megvették. Tehát nem elég, hogy 30% kedvezmény. Tényleg, ha belegondoltok, nem tudom, ez három szvapolásnak a, a díja az Ethereumon, és ezzel nézzétek meg ezt a hosszú listát. Ide jöttök, rákattintotok a linkre itt a videó alatt, és végig tudjátok lézni, hogy mik lesznek a kurzusban és Ez a lista még bővülni fog. Ugye most a héten frissítettem, most 51 lecke van, de ahogy készítem a kurzust, ahogy rakom folyamatosan össze, hogy szépen minden jól összeálljon november elejéig, úgy bővítem, és tényleg ilyet a piacon magyar nyelven, és ez hozza igazából neked a legtöbbet, hogyha van jó stratégiád, érted, hogyan kell elemezni. A döntéseket még mindig te hozod, tehát a felelősség a tied, de hogy megértsd ezt az egészet, ez az a képzés. És ö, ne hagyjátok ki ezt az akciót, ha bennetek ez érdekel, akit nem érdekel, nyilván nem fontos, nem kell ezzel foglalkoznia, de akit érdekel, annak szerintem ilyen szempontból most ezekkel a bónuszokkal abszolút akkor megéri. Nos, most pedig akkor, ja is még annyi gyors, hogy a Patreon-ba teszem ma föl természetesen a heti elemzést, tehát a héten már fölkerült altkönyv videó is természetesen jön a pénteki nap, akkor heti elemzés, ott is mindenképpen nézzétek meg. A Patreon-ban pedig tudjátok, nagyon-nagyon sok lehetőség van, ugye ki van bővítve ez a, a tanulási lehetőség altcoin videókkal, oktató videókkal, beszélgetés, ugye különböző ismert kriptószakértőkkel, kérdezfelelek módon, ahol tőlük tudtatok kérdezni, és azok továbbra is ott ugye fent vannak, van egyébként workshop is fönt, tudsz tőlem akkor ott kérdezni, van egy zárt Discord csoport is, nagyon sok minden, és folyamatosan bővül a tartalom, rengeteg, több-több, sok-sok órányi, nem tudom, 17 órányi anyag, több mint 70 videó, nem is sorolom. Sokan tudjátok már, de az újaknak elmondom, mert ezek egy remek tanulási lehetőség, és bármikor le tudsz iratkozni, kötelezettséged nincsen. Jó, link a videó alatt, a VIP csomag az, amiben mindent látsz, hogyha tényleg ez számodra fontos. Na de akkor tekintsünk rá, hogyan is néz ki a piac. A bitcoin megy ismételten fölfele 2,8%-ot, méghozzá az elmúlt 24 órában, most már 55.484 dollárom. Az Ethereum 2,39%-ot ment föl, 3630 dolláron jelen pillanatban. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor az élen most a Harmony 23%-kal, aztán jön Phantom, szintén 23%, és Year Finance 15%. Ha megnézzük a veszteseket, akkor értető módon a Shiba Inu, miután gigászit száguldott az elmúlt napokban, itt volt ideje egy korrekciónak, ez most éppenséggel 30%-osnak futatkozik. Internet Computer 4%-kal második helyen, és a DYDX pedig szintén 4%-ot esik le, esik most. A harmadik helyen, úgymond a top 100-ban itt a vesztesek között. Tekintsünk rá akkor a Bitcoin chartra és itt akkor láthatjuk itt a gyertyacsárton, hogy ugye ez a lefelé való trend, amiről már beszéltünk, hiszen már lassan már lemljük, hogy nem kell erről beszélni hiszen megtörtént ez a bizonyos kitörés, és október 5-én bizony ez a gyertya már e fölött zárt, utána mentünk tovább, elindult egy pici oldalazás, tegnap egy piros, de mára már ismételten egy zöld gyertya egészen idáig, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog működni. Az nagyon jó, hogy itt van ez a szint fölött, most már kettő napot zártunk, és talán a mai is megtörténhet itt, tehát az 52.000 ezer valahány százas szint között, fölött. <kül> A következő szint, amit én most egy kicsit figyelek, ez az 58 ezer környéki. Ugye itt inkább egy sávban, mint benne, hiszen nézzétek meg, itt is, itt is, e körül is, tehát ez micsoda, 57, 57, 58, ez az a szint, amit még megint következő át kéne törnie, hogy ismételten ugye újabb magasságokba tudjon menni, de egészen idáig, ha megnézzük, most tényleg egy felfelmené trend kezd kialakulni. Nagyon jó volt, hogy itt ismételten megtaláltuk ezt a pontot, és mehetünk akkor vissza, hiszen akkor a, ugye a mélypontok egyre magasabban vannak, és a csúcsok is, ha látjátok, egyre magasabban. Benne van a pakliban. Én úgy gondolom, abszolút benne van, hogy akár 48 ezerre is itt lenézhetünk természetesen, és ha onnan még visszamennénk, akkor is még egy bikás felfelé menő trendben lennénk. Tehát ígéretesnek tűnik továbbra is az év utolsó negyedéve, de hát tudjátok, azt ne felejtsétek, és ezt azért mondom, hogy mindig, hogy ezért józanész. Tehát bármikor jön egy olyan tőzsdei krach, egy olyan hír, az egészet felülírja. Trend ide, trend oda. Jó? Ezzel legyünk tisztában. Na de, akkor már is jöjjön az első téma, amiről beszélni szeretnék, ez pedig nem más, mint a JP Morgan szerint a nagy befektetők, tehát intézményi befektetők, beszéljünk inkább így fogalmaznék, inkább bitcoinba fektetnek most, mint aranyba. Ez pedig érdekes. Az biztos, hogy az inflációval szemben valamit mindenképpen tenni kell, és a JP Morgan szerint úgy néz ki, hogy az ügyfelek nagyobb része inkább a bitcoint választja az arannyal szemben, hogy az inflációval tartsa, inflációval szemben valahogy megtartsa a jelenlegi vagyonának az értékét. És ez pedig mindenképpen egy érdekes dolog, hiszen tudjuk, hogy míg a bitcoin piaci kapitalizációja most ismételten egy billió dollár fölé emelkedett, ugye idén már láttuk e fölött, de utána a nagy esés miatt ugye ezt, ezt, alá esett. És ugye azt nézzük, akkor a aranynak én 10-11 billió dollár, tehát igazából egy tizede, nagyságrendileg mondom, Sacper kb. Ugye már a bitcoin. És ha az emberek elkezdenek így gondolkozni, intézményi befektetők, hogy mennyivel jobban teljesít az idei évben a bitcoin, és egyre, egyre biztosabbnak tűnik, egyre jobbnak, egyre több intézményi befektető gondolkozik, úgyhogy igen, én ebbe merek tenni, egyre több cég belép, és természetesen a kisbefektetőknek a száma is folyamatosan nő, egyre több helyen elfogadják, rendeződnek itt a, a szabályozási dolgok. Tehát az irány, amire megyünk, az jelen pillanatban jónak néz ki, és akkor ne felejtsük el, hogy Jeremy Powell ugye a Fed részéről bejelentette, hogy ők nem azt a politikát folytatják, amit Kína, tehát ugye nem támadják a kriptovalutákat, nem akarják betiltani. Az SEC részéről ugye erről is beszéltem a héten, Gary Gensler mondta, hogy az SEC szintén nem akarja tiltani a kriptovalutákat. Szabályozni. Na szabályozni azt akarják ezt az egész rendszert amennyire csak tudják, de nem tiltani. És ez óriási nagy különbség, mert akkor bizony megnyílik a kapu számos nagybefektető részére, hiszen ők is nyilván szeretnék a profitot, és minél jobban, minél biztosabbnak ez tűnik, hogy a tényleg az idei évben kijönne az a bizonyos ETF jóváhagyás megtörténne az Egyesült Államokban, Bitcoin ETF, amire már várunk. Ugye most vannak ilyen pletykák, tegnap is beszéltem róla, hogy akár október 18-a lehet egy ilyen nap, majd meglátjuk, hamarosan, ugye nem kell sokat várni. Ezek mind-mind olyan hírek, amik erősítik a bizalmat a bitcoin irányába a nagyok felől. És ha ez így van, akkor ez csak még több nagyot, még több pénzt fog vonzani, még több kisbefektetőt fog vonzani. Ugye mutattam valamelyik nap a videóban, hogy a Google Trend még továbbra is azt mutatja, hogy igen kevés a bitcoinra való rákeresések száma, meg se közelíti a májusi ugye, őrületet, vagy éppen az előzőbbi a piacokban, amik voltak. Tehát ezt lehet látni, hogy még sehol nem vagyunk ezzel az 55 ezerrel. Gondoljatok bele, hogyha megvan az új all time high, onnan indulhat talán igazából be a FOMO, és azt tudja majd fölfelé lökni a bitcoinnak az árát. Na persze, kíváncsian várom majd én is, de jelenleg ez a mostani helyzet. Aztán következő téma nem más, mint ugye vannak az Ethereum bányászok, akik előszeretettel azért eladják az Ethert, amit bányásznak, hiszen abból fedezik a költségeiket, de most rekord rekordmennyiséget tartanak már maguknál. A bányászok, legyenek azok éppen bitcoin bányászok, ethereum bányászok, mindegy, a lényeg az, hogy természetesen, hiszen mind a két rendszer jelen pillanatban proof of work működik, óriási költségek vannak itt, hogy amit föl kell tartani, áram, és ugye még maga az eszköz is, amivel bányászod, tehát a lényeg az, hogy arra megy el bőven pénzük. És ugye ezt fedezni kell. Ezért, amit ők kitermelnek, kibányásznak, ami jár nekik, úgymond a jutalom, a blokkjutalom, azt természetesen visszaforgatják. Viszont most nagyon érdekes, hogy ö, új rekord 2016 óta. Ö, itt lehet látni, hogy itt ö, feljebb megyünk, hogy még nem ö, volt ilyen, hogy ennyi a bányászok ennyi Ether tartalának itériumot maguknál, és úgy gondolnák, hogy hát oké, kéne fedezni a költségeket, de most ne szabaduljunk meg az itériumtól. Ez pedig abszolút azt jelzi, hogy ők is abszolút bikásan gondolkoznak. És hogyha ilyen a piaci hangulat, az abszolút befolyásolja a többieket is, nyilván akkor több ilyen hír minél bikásabbá tesz, egyébként ezt a helyzetet, és egyre többen akkor tartják, ennek van akkor egy árfelhajtó hatása mindenképpen. Itt egyébként mutatja is a statisztika, hogy egyébként ami a bányászoknál van, az önmagában a pici százaléka teljeshez képest, ami e, ugye e, jelenleg van Ethereumból, hiszen itt van ugye 117,8 millió ETH van kint, és ennek a 0,45 százaléka van jelen pillanatban, ez az 532.750 itt a bányászoknál. Igen, szóval a lényeg az, hogy itt is raktározás van. És amikor raktároznak, amikor kifelé áramlás van a különböző váltókról, hogy nem visszateszik, hogy el akarják adni, hanem tartják. Ez mind-mind azt mutatja, hogy a többség úgy gondolkozik, hogy igen, mehet fölfelé még az ár az év utolsó negyedévében. Ne felejtsétek el ma ugye a heti elemzésben, meg is nézzük majd a blokklánc adatokat. Na, ez is egy érdekes hír. Aztán a következő pedig arról szól, hogy van ez a tőzsdei broker platform, public.com hal, névre hallgat, és ők újabb funkciókat vezetnek be, méghozzá olyanokat, hogy már kriptóval is tudjanak az emberek kereskedni rajta. Egyszerűen rá kell jönni a különböző tőzsdei broker platformoknak, hogy bizony a tőzsde az csak egy dolog, de most már egyre jobban jön föl a kriptó. És hogyha nem akarnak kimaradni a buliból, és szeretnének az ügyfeleiknek még komplexek szolgáltatást nyújtani, akkor bizony meg kell oldaniuk valahogy, hogy ne csak tőzsdei részvényeket lehessen ott vásárolni, hanem bizony különböző kriptovalutákat. És itt van ez a cég, ami nem más, mint a public.com. Ők megoldották, ugyanis bejelentették, hogy bizony, náluk már erre is van majd lehetőség, és a következő hetekben ez a funkció tovább fog bűvülni. Látjátok itt Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin, Bitcoin Cash, és még akkor sorolhatnám, tehát jelenleg ezek vannak ott, mint lehetőségként, és nyilván ezeknek a száma majd folyamatosan nőni fog. Tehát itt is arról van szó, hogy azok, nem mindenki úgy gondolkozik, hogy én már pedig fölmegyek a Binance-re, a Coinbase-re, vagy bárhova, és akkor megveszem a kriptómat, akkor utána majd a, nem tudom, a dexpen lekereskedem, és a végén még majd a hardware wallet fogom tárolni. Nagyon sokan úgy vannak, hogy először is tőzsdéznek, és ezt így kiegészítésnek gondolják de nem szeretnék ennyire belevetni magukat, vagy abszolút bejáratott az a rendszer, ez számukra nagyon jól működik, tehát úgymond a kicsit a lustábbak, hogy így gondolkoznak, nekik nagyon egyszerű, sőt adózás szempontjából is abszolút sokkal jobban tisztázott, hogyha ott történnek a dolgok, és innentől kezdve, akkor itt vannak ezek a tőzsdei broker platformok, amik segítenek nekik akkor abban, jó, akkor mi majd tároljuk a kriptódat, meg segítünk akkor kereskedni is, és akkor csak bízd ránk a dolgot. Igazából annak ellenére, hogy én ezt nem csinálnám, annak ellenére szerintem viszont nagyon jó, mert tovább népszerűsíti a kriptót. Minél, <coughs> minél több embernek van lehetősége így vagy úgy hozzáférni, ami éppen a neki a legszimpatikusabb és legpraktikusabb valakinek, aki mondjuk tőzsdézik és használja ezeket a platformokat, annak már ez egy bejáratott dolog, tehát csak könnyű ezt kiegészíteni, és akkor már a kriptóba is tud fektetni. Szóval ez mindenképpen e, ilyen szempontból egy klassz dolog, és igazából bármi, ami a kriptót népszerűsíti a jövőben, hiszen az még több pénzt fog bevonzani a kriptó világba, amivel következtében a kriptópiaci kapitalizációja nőni fog, és innentől kezdve a különböző kriptóvolták ára is tehát a befektetéseink megtérülnek sokkal jobban. Mennyit akkor a hírekről, és akkor jöjjenek most a kérdések, és azokra a válaszok. Aki kérdezni szeretne, ne felejtse el, hogy annyi a dolga, hogy a komment szekcióban az aktuális videó aláír, mert a régi kommenteket már sajnos nem látom, olyan-olyan sok van, és rengeteg videót, ugye minden hétköznap teszek föl egyet, de lényeg az, hogy mindig az aktuális alól szemezgetek, és hozok a következő videóba. És akkor itt is van az első kérdés, ugye ezt jelöltem én ki, mert még sokan vannak, de igen, klassz. Szia Attila! Tudnál olyan váltot ajánlani, ahol nincs KYC, azaz New York Customer, vagy ö, 18 év alatt is regisztrálhat az ember, ugye, mert hogy öcsém is szeretnék kriptót venni, de még nincs 18 éves? Hát tudomásom szerint a nagyobb, centralizált váltok, amiket mondjuk én, mondjuk így jobb szívvel ajánlanék, vagy jobb szívvel ajánlanék, azokon bizony már van KYC, és 18 év alatt ugye ezt sajnos akkor nem lehet. Amit ő tud tenni igazából, hogyha a dexeket használja, tehát a decentralizált váltókat, itt most egy kérdője a fejben, hogy a kriptó hogyan fog neki megszületni, tehát hogyan valaki beutalja neki. De itt adózásilag utána akkor ez hogy hogy lesz, lehet, hogy ennek utána kell nézni adózás szempontjából, hogy itt valami szülői engedélye, vagy bármivel lehet ezt csinálni, de igazából, hogyha már viszont bent van neki, akkor utána tud a különböző dexeken is kereskedni, lehet az ugye akkor Uniswap, Sushi Swap, Pancake Swap, és akkor azt azokat nyugodtan tudja használni. A Unisopon ugye ki is tud szállni, csak példát mondtam, bár másikon is, de hogy tud USD t is mondjuk kimenekülni valamiből, hogy olyan a helyzet, és vissza is tudja akkor váltani. Tehát abszolút ez, ez, ez működik, de centralizált váltókon a többségénél kell a 18-18. életévét betöltse, és most már egyre többnél ugye a szabályozások miatt majd a jövőben a KYC az elengedhetetlen. Szia Attila, ha Binance-ről kiutalok fiat pénzt bankszámlára, az kb. mennyi idő alatt érkezik meg? Napok vagy inkább csak órák? Köszi. De először is tisztelt, hogy most jelenleg a Binance ezt a SEPA utalást elindítani nem igazán lehet ugye a korlátozások miatt, de régen lehetett, de mondjuk tételezzük fel, akkor most nem azt választott, hiszen nem a Binance-ről nem tudod kiutalni, akkor átmész a Coinbase Pro-ra. Onnan viszont igencsak gyorsan kint van, ha például a Revolut kártyádra utalod, akkor percekről beszélünk, és nem tudom, 10 perc alatt már megjelenik, tehát aránylag gyorsan. Ha viszont a Magyar Bank számlára utalod ki, akkor az simán 24 óra is lehet. Tehát én azért szeretem ezt a revolútós kombinációt használni, mert ott ráadásul középárfolyamon tudod majd visszaváltani forintra, tehát még Euróba kiutaltad, de neked forintba kellene. Ha ez a Magyar Bankot bérkezne, akkor a bank váltan neked nem túl jó feltételekkel, míg a Revoluton középárfilmon átváltod, és onnan például, hogyha a prémium kártyád akkor az utalások korlátlan mennyiségben ugye ingyenesek, akkor teljesen ingyen átutalod a Magyar Bank számládra. Ja igen, de erre már nagyjából válaszoltam, de akkor térjünk rá még egyszer. Szia, Tilea, tehát előfizettem én is a közeledő kurzusodra, és mivel én picit mínuszba csúsztam a kriptóval, az ajándék portfólió lebontása várok némi javulást. De mivel azt is csak a november osztod meg, picit olyan, mint hallottak a csók, hiszen ez előző videódban is mondtad, hogy az lesz, hogy hogyan csinálod az utolsó negyedévet, a negyed év közepén elég érdekes info lesz is számunkra. Szóval, de utána írta itt, hogy később látta a videót, és akkor hogy már tegnap kitértem erre, tehát még egyszer mondom, tehát a kurzus, amit most megvehetsz tizedikéig, kedvezménnyel. A bónusz, aki ezeknek jár, aki tizedikéig megveszi, azt én jövő héten, én nem tudom melyik nap, de jövő héten közzéteszem, tehát konkrétan még az október első felében, hogy tényleg az legyen, hogy lássátok, hogy én hogyan várom a, az év végét és az utolsó negyed évet ezt tudjátok, nem tanácsadás, tudom, hogy kíváncsiak vagytok rá. Én okkal választottam ki ezeket a dolgokat. Szerintem a videóban ki is fogom egy kicsit fejteni, hogy melyiket egyébként miért, mert szeretném látni, hogy csak rálássatok jobban, ne csak egy listát e, soroljak fel, az úgy lenne korrekt. De attól még nyilván jövőben látom én sem vagyok, de e, vannak, e, tehát megvan az okom, hogy miért azt, azokat választottam ki, és miért olyan arányban. Na jó, akkor ennyit mára. Ha tetszik ez a videó, jöhet a like, és természetesen iratkozz fel, hogyha még nem vagy itt, hiszen már 19 ezernél is többen vagyunk a legnagyobb magyar nyelvű YouTube csatorna, ha kriptóról van szó. Minden hétköznap jönnek a friss hírek. Most hétvége jön, mindenkinek klassz és kívánok. Hétfőn pedig jövök vissza a legfrissebbekkel. Sziasztok!